A világjárvány után újra megrendezésre kerülhetett a kerékpáros ügyességi verseny a karcagi rendőrkapitányság épülete előtt. Minden évben megrendezésre kerül tavasszal a kerékpáros ügyességi verseny. Sajnos 2 éve a vírus helyzet miatt ezt nem tudtuk megrendezni, úgyhogy idén kerül 2 év után ismét megrendezésre, örömünkre, illetve a gyerekeknek az örömére. A verseny a gyerekek kerékpáros ügyességét, valamint a kerékpáros szabályok betartását hivatott hangsúlyozni. Ilyenkor a gyerekek kerékpáros ügyességi versenyen vesznek részt, akadályversenyt építünk ki nekik, illetve tesztet töltenek ki, ami a kerékpáros szabályok betartására hívják fel a figyelmet, hogy kell közlekedni, hogy biztonságosan hazaérjenek. Az eseményen 2 verseny is zajlott, amelynek egyik része az ügyességi, a másik pedig egy kressz verseny volt. A mai napon 2 verseny kerül megrendezésre, a kerékpáros iskolakupát és a Kiakmester két keréken elnevezésű gyerek kerékpáros ügyességi versenyt rendezzük meg a gyermekek részére. A versenyen minden karcagi iskola képviseltette magát. Sajnos egyelőre csak a karcagi iskoláknak tudunk biztosítani lehetőséget, hogy ezen a kerékpáros ügyességi versenyen részt vennek. Ugye helyhez vagyunk kötve, ők tudnak itt megjelenni és gyerekek kerékpárral versenyezni. Minden iskolából sajnos a korlátozott anyagi lehetőségeinkhez képest 10 gyereket tudunk fogadni, így kb. 50 gyerekre vesz majd részt a versenyen mai nap. Ahogy Bakóné Tóth Éva rendőr őrnagytól megtudhattuk, az eddigi versenyekhez képest a gyerekek jobban szerepelnek, és a szervezők fejlődést tapasztalnak. Minden évben jobban teljesítenek, ügyesebbek, a kresztesztben is ügyesebbek, odafigyelnek, amit tanulnak a felnőttektől, vagy amit tanulnak a iskolarendőrtől az előadásokon, illetve a tanárnők is, amit átadnak a részükre.